Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr! Több kormánypárti képviselőtársunk joggal a Gyurcsány kormány egyik bűneként jelölte meg a Nemzeti Tankönyv Kiadó privatizálását, amelyet ráadásul Gyurcsány Ferenc egyik üzlettársának értékesítettek áron alul. Mi történt ezzel az úriemberrel? Erdős Ákosról van szó, 2010 után a NER-ben, tudják-e önök ezt? Mivel csak két percen van, nem fogok hatásszünetet tartani. Önök állami beruházásokkal tömik a zsebét Erdős Ákos érdekeltségeinek. A bevándorlásról szóló nemzeti konzultáció íveit ő nyomtatta, a Covid oltási kártyákat az ő cége nyomtatta, és a választási szavazólapokat is ő nyomtatta, az ő érdekeltsége nyomtatta. Tehát ahelyett, tisztelt államtitkáról, hogy önök elszámoltatták volna, állami, milliárdos állami beruházásokkal tömik Gyurcsány Ferenc volt üzlettársának a zsebét. De ami ennél is felháborítóbb, hogy ugyanilyen korrupciót valósítottak meg 2018-ban, ugyanennek az embernek a cégének a volt a kedvezményezettje, amikor állami hivatalok nyomtatókat szereztek be 2,3 milliárd forint értékben, és ennek az embernek a cége egy olyan nyomtatóra, amelyet bármelyikünk megvásárolhat egy műszaki áruházban 22 ezer forintért, képesek voltak kifizetni darabjáért 180 ezer forintot, ami 35 ezer, azért képesek voltak kifizetni darabjáért 170 ezer forintot, és így a közbeszerzési eljárás megkerülésével ez az ember és az ő érdekeltsége kapott 2,3 milliárd forintot az Orbán kormány időszakában, és van még egy csavar, mert ezt azért tehette meg, mert a Nemzetbiztonsági Bizottság ehhez kifejezetten hozzájárult, hogy a közbeszerzési eljárástól eltekintsenek ebben az ügyben, és ezen a határozaton, amely ezt kimondja, a Nemzetbiztonsági Bizottság jobbikos elnökének az aláírása szerepel.